ez már a harmadik év, hogy egy olyan palért utazok az Amerikai Egyesült Államokba, amely megfogására mindennél jobban vágyom. Ez egy igazi ősonos vad amerikai halfajta, amelyet ha végre a kezemben tarthatnék, én lennék a világ egyik legboldogabb embere. Első alkalommal Texas államban, Austin környékén próbáltam meg ezt a halat becserkészni és megfogni, de sajnos csak pontyokat fogtam. Persze ezeknek a gyönyörű halaknak a kifogása is fantasztikus élményt jelentett, de mégsem őrájuk vágytam. Nem adtuk föl, és dr. Kulai István horgászbarátom, aki az Amerikai Egyesült Államokban él, tovább keresgélt, és így bukkant rá a Lake Fork víztározóra, ahol most is vagyunk. Ez egy 27 ezer hektár alapterületű, rendkívül vadregényes, és legtöbb részén szinte meghorgáztatlan vízterület. Ebben a vízben él az a hal, amelyre mindketten nagyon vágyunk, amelynek a neve nem más, mint Buffalo Carp, magyarra fordítva bivajponty, egy igazi ősonos vad amerikai halfajta. So let me introduce Dick Walker, the secretary of the Lake Fork Sportsmen's Association. He's going to tell us a few facts about the lake itself. Thank you. Lake Fork is a man-made reservoir that was finished in 1986. The primary species here on the lake are bass, crappie, channel catfish, and now carp and buffalo. The Lake Fork Sportsmen's Association has worked hand-in-hand with Texas Parks and Wildlife to preserve the lake and to provide a good experience when fishermen come here to Lake Fork. The lake was primarily built to be a water reservoir for the city of Dallas. They have a pump station here, and they do pump water from the lake over to the Dallas area, and especially during the drought period. How big is the lake? The lake is 27,000 acres when it's a full pool level. It averages on depth of somewhere around 15 to 20 feet. At the dam, it's about 50 feet. Out here where we're sitting right now, it's probably about 17 to 20 feet. What kind of weather conditions or water temperatures we can anticipate? Well, the anglers are going to have to be prepared to get a little frost on their bait in the mornings because it's going to be in the 30s. But in the afternoon, they're going to get that Texas sun that's going to be up in the 60s. And they better be prepared for just about anything because the weather can change on a dime here in Texas. Welcome, Hal Dorado, to East Texas and Lake Fork. Az elmúlt évben István barátommal gondoltunk egy merészet, és amikor először horgáztunk, egyből fejest ugrottunk a mélyvízbe, és elindultunk egy nemzetközi horgászversenyen. Ezen 43 csapat vett részt, és a döntő többsége velünk együtt benullázott. Egyetlen egy értékelhető halat sem fogtunk, és kizárólag csak kék harcsákat sikerült zsákmányolnunk, amelyek viszont nem számítottak bele a verseny értékelésébe, ahol kizárólag pontyok és buffalo carpok számítottak a végső eredménybe. Ez cseppet sem szegte a kedvünket, és ebben az évben újra ellátogattunk a Lake Fork víztározóra. Amikor elindultunk otthonról, még tavasz volt. Amikor megérkeztünk tegnap, szinte nyárias időjárás fogadott minket 27-28 Celsius fok hőmérséklettel. Még a mai nap folyamán tél van, de a legdurvább tél. Pedig délen vagyunk, Dallastól nem messze, tulajdonképpen egy mediterránnak mondható területen vagyunk, és ezzel szemben mit tapasztalunk? A legdurvább, a legkeményebb téli időjárás fogadott minket. Jeges eső esik, de annyira, hogy nem tudok belenézni, mert kiveri a szememet, annyira fájdalmasan kemény. Most, hogy kitettem a kezemet, ezt is szinte fáj, hogy veri a jeges eső. Majdnem 100 km/h sebességű szél fúj. A tó felszínén félméteres, méteres hullámokat korbácsol az iszonyatos erejű szél. És ráadásul az áramlat miatt egyszerűen lehetetlen horgászni. Olyan erős a hullámzás és az áramlat, hogy hiába akarom bevetni a végszerelékemet, pillanatokon belül kisodorja azt. A tábor felépítése után ugyanis összeraktuk a sátrainkat, be kellett látni, hogy a mai nap horgászattal nem tud eltelni. Persze vagyunk annyira őrültek, hogy az előre jósult -7-8 Celsius fokos éjszakai hőmérséklet ellenére is a vízporton maradnánk, csak azért nem tesszük ezt meg, mert az óson található zsinór is az erőteljes hideg miatt egy tömbé összefagyott. Tehát a horgászatot teljes egészében lehetetlené teszi a mostani időjárás, visszavonulunk, fújunk, és hónap reggel remélhetőleg jobb időjárási körülmények közepette folytatjuk. Kövessék velünk figyelemmel az elkövetkező néhány napot, bízom benne, hogy napról napra egyre jobb és jobb hírekkel tudunk majd szolgálni, és végül kezünkben tarthatjuk a hőn áhított Big Buffalo-t.
Tegnapi nap folyamán nem volt lehetőség a mederfenék precíz föltérképezésére. Nem tudjuk, hogy milyen mélységet rejt az előttünk található mederszakasz. Reggel, vagy pontosabban délelőtt 10 óra van, most lehetünk csak kimerészkedni a ház melegéből. És még most is mínusz 6 Celsius fok van, éjszaka mínusz 8, mínusz 9 Celsius fok volt, minden csontá van fagyva. Egyszerűen elképesztő időjárás van itt Texasban. A legöregebb horgász sem emlékszik arra, hogy ennyire kemény, ennyire kegyetlen időjárás lett volna. De jó, hogy nem voltunk itt éjszaka, mert látszik a bottartó villájban is, hogy csontá van fagyva minden. István, ilyen időjárási körülmények közepette, szerinted mire számíthatunk egyáltalán? Hát a Buffalo-nak van egy olyan tulajdonság, ami más, mint a pontjé, hogy a lehűlő vízben is tovább táplálkozik, de szerintem egy mélyebb vízben kell megtalálni, legalább egy 4 méter mély vízben, ahol várható, hogy még mindig esznek. Amit tudok a barátomtól az, hogy ezen a helyen van egy medertörés, ahol a víz sodrása a partfal oldalának folyamatosan nyom táplálékot. Tehát ezért is valószínűleg itt szerencsénk van, de meg kell találni pontosan, hogy hol, és hát meg kell találni azt a vízmélységet, ahol halak még ebben a hirtelen lehűlő vízben is táplálkoznak. Most, hogy méregettem a marker úszóval, ottól látszik az első fa csonk. Ott van egy határozott megyertörés, és az pont az a 4 méter körüli vízmélység már adott, amit mondtál. Tehát szerintem egyszerűen azt meg kell jelölnünk, azt meg kell etetnünk, nem? Ezt kell csinálni, Gábor. Jó, hát megetetjük, és utána fővára jó szerencsém múlik. Hajrá! Én meghorgáztam a jobb oldalát, te pedig a bal oldalát. Csináljuk. Amíg megcsináljuk az eretést, addig bent hagyjuk a marker úszót, hiszen ez remek támpontot fog nyújtani ahhoz, hogy hova etessünk pontosan. István, nem akarsz kezet mosni, mielőtt nekállunk a gombócolásnak? Nem, ezért vettem fel a gumikesztyűket, Gábor, ne kelljen kezet mosni. Ez a tegnapi kézmosó viszünk. Nem csak, hogy a tetején van befagyva, hanem a... De a vödört azért ne törj szét, Gábor, mert szét fog roppanni, ezért szükségünk lesz a vödörre, hagyjad. Nem éri meg, szét fog törni a vödör. Hát ilyen hideg volt éjszaka. Nem vagyunk normálisak, hallod? Ilyenkor horgászni. Még az a szerencse, hogy a szálláshelyen begyúrtuk az eretanyagot, és gombócokat készítettünk belőle, mert itt fagyos kézzel ez szinte már lehetetlen lenne. Egy igazán tartalmas, a helyi viszonyoknak megfelelő eretanyaggal próbálkozunk, de erről majd esik szó később. Kezdődjön az eretés, István. Próbáld meg eltalálni a marker úszót. Megpróbálom. Ez az. Talán feltűnt a kedves nézőknek, hogy mi lehet a vízben az a két prizma, az egyik kék, a másik piros színű. Amikor elkezdtem a horgászatot, annyira erőteljes volt a hullámzás, hogy a legnagyobb súlyú kosárral is rövid időn belül nagyon nagy hasa képződött a zsinórnak, és biztosra veszem, hogy a folyamatosan partnak csapódó hullámzás szépen lassan, de arrébb-arrébb lögdöste a kosarat. Ezért jött az ötlet, hogy támasztuk meg a zsinort olyan távolságba, hogy még ne akadályozza azt bevágásnál, de ugyanakkor meggátolja a folyamatos zsinór rángatást. A bocs picétől másik 2 méterre elhelyezett karóra szúrt prizmák erre a célra tökéletesen megfelelnek, így megtámasztva, megfeszítve a zsinort, a kapás is remekül jelzik, ugyanakkor a bocs pic állandó rángatózása is megszűnt. Túra első hala a Lake Fork víztározóból. Hát ha otthon minden törpeharcsa ilyen méretű lenne, akkor nagyobb népszerűségnek örvendenének. Nem elég a rendkívül időjárás, még ezzel a sok apró hallal is meg kell küzdeni, hogy ki tudjuk válogatni az igazán nagy halakat közülük. Szép harcsa, csak hát nem érte jöttünk.
ez jó hal lesz. Ez jó hal lesz. Ez dolgozik rendesen. Elbírtad lehúzni a fák mellől? Azt próbálom elhúzni, Gábor. Talán most megfordult, talán igaz? Most megfordulja. Hideg van, és a kesztyű miatt nem szoktam meg a dobot fogni vele rendesen, de... Csak nyugodtan. Hát ez... nekünk dolgozik. Nem, ez nekünk dolgozik, ez így igaz. Hozom merítőt. Ott van, ott dolgozik már, már látjuk. Csak egy kicsit belement a másik zsinórom alá, úgy tűnik. Segítesz az agába? Oké. Okay. Dolgozik ez masszívan, azt nézd meg. Úristen, ekkora. Azt a húzatát neki. Gábor, ez nem semmi. Ez nem semmi. Ez buffalo. De ez egy óriási, hallod? Ez egy buffalo. Jó, István, mekkora? Jó van, most vett a sekélybe. Ez Buffy. Beljebb nem bírok menni, mert elepa. Próbáld meg emelni a fejét. Fejét emeld már meg. Nehéz, Ford. Gábor, nehéz. Meg vagyunk. Meg vagyunk! Azt a mindenit! Azt a mindenségit! Gratulálok, barátom! Hú! Hallod, vastag! Hallod? Ez van 20 kiló. Te gyönyörű. Ekkora hatalmas darab hal. De milyen kicsi száj van, nézd csak, miért ilyen képest. Innen, azért hívják ezt kis szájú buffalónak, Gábor. Small mouth buffalo, hogy hívják? Vedd ki a horgot a lóla. Oké, azt teszem. Gábor, egyéb nem fog venni, ehhez kell egy kis segítség. Várj, jó, várj meg! Azt, az... az anyádat! Ez nehéz! Mekkora! Hallod, nemrég óriás gyévér keszeg. Ja, nagy böszme halt, a gyönyörű. Pontjal ötvözve. Ja, ja. Szeretni való kis bomba képe van neki. Érdekes a színe, ilyen kékes-zöld. És a pikkel mintázat is nagyon gyönyörű, amikor a... közelről megnézed. Gyönyörű. Mi lesz belőle? Hallod, 20 fölött van. 20 kiló, 42 deka. Nem rossz életünk első buffalójára, Gábor. Ez igen. Azt a 700-a. Az amerikaiak szeretik megtudni, hogy mennyi. Fontban? Font. Ez a 45-ös? Ja, 45-ös. 45 font. 45-ös. Hát hallod, ne engedjük vissza gyorsan. Ne engedjük vissza gyorsan. Hát ez... hallod, első nap. Első nap és én gyorsan, Gábor. Ezúton életem és túránk első buffalója visszanyeri szabadságát. Szerintem ennél jobb kezdetet nem kívánhattunk volna az első napra. Egy 20 kiló feletti halat, egy 27 ezer hektáros vízen. Hát ha így folytatódik, akkor ez egy hatalmas és jó túra lesz. Ha lassan besötétedik, de ameddig az idő engedi, addig tovább horgászunk. Édes kis buffalom. Here we go. És ott úszik el. A mai reggelen sincs még sokkal kellemesebb idő, mint tegnap volt. Még masszívan fagy, -2-3 Celsius fok lehet. A bottartó villámon vastagon áll a jég. A mellettem található fatörzsön is még ott vannak a jegesedés maradványai. Mindez azt jelzi, hogy sajnos az éjszaka kemény fagyokkal telt el. De nem is az a legnagyobb probléma, hogy a levegő hőmérséklete hány Celsius fokos, hanem az, hogy a 3 nappal ezelőtti megérkezésünkhöz képest, amikor a víz hőmérséklete 13 Celsius fok volt, most mindössze 6,1 Celsius fok a víz hőmérséklete. Ez egy olyan sok hatás, amelyet sajnos nagyon kevés hal tud elviselni, és a leginkább esetben válaszolnak azzal, hogy intenzíven táplálkoznak. Ennek ellenére természetesen itt vagyunk, próbálkozunk, és meglátjuk, hogy mai nap folyamán mit sikerül kivarázsolnunk ebből a hatalmas víztöletből.
István a tegnapi nap folyamán kifogott gyönyörű hala ellenére átköltözött egy másik, sokkal akadósabb, veszélyesebb területre. A végszelékét megpróbálja bejutatni a fák sűrűjébe, hát ha ott a fatörzsek mellett megbúvó halak közül ki tud varázsolni egyet-kettőt. Jobb halak érkezik, talán egy a faló lesz. Ez már nem harcsa. Ott van már a sekély részen. Sikerült fölhozni a medeltörésen. Elbírtam vezetni a fa mellett. István, ez jó hal. Dolgozik? Nézd a... Ez bafaló lesz ez, Gábor. Bizony. Azazán. Ha még nincs is, akkor jön a tiéd, de bafaló. De ez bafaló lesz. Ez bafi lesz. Itt van már. Ez bafi lesz. Azám, azám. Gyere, készülj. Azám, azám, azám. Elfáradt már ő is. Gyere. Meg vagyunk, Gábor. Megvan az gratulálok, első bafalón. Gratulálok, Gábor. És nézd meg, hallod? Hadd mutassam meg a kamerának. Itt a csali. Hát nincs 20 kilós, mint amit te fogtál. Időkérdése, Gábor, időkérdése. Gyere, barátom, vigyük ki. Óvatosan, de jó, de szép. De jó. Hihetetlen, hogy milyen precíz, pontos akadás volt. De boldog vagyok. Életem első bafalója a kedvenc világjárcsalimmal. Jól látszik, hogy a hal méretéhez képest milyen pici, de garantáltan alsó állású a szája neki. De azért belefért a csalim. ez mindig kihúz a szarból, ez a jó kis csali. Jaj, de boldog vagyok. Én is megfogtam első bafalómat. Olyan, mint a dévérkeszeg, nézd csak, dorozsmás a feje neki. Ezek ívásra készülnek. Ívásra készülnek, igen. Gyors, lemérjük és visszaengedjük. 10 kg 18 deka. Tied deka a fele, de akkor is 10 kg fölött van. De megvan a hal, Gábor, érted? Ez egy nagyon-nagyon jó kezdet. Hát előbb-utóbb minden álom teljesül. Csak bízni kell benne, és nagyon sokat tenni érte. Végre kezembe tarthatom ezt a hűn áhított halacskát. És nagyon bízunk benne, hogy a hátralévő időben, a túra hátralévő részében sikerül még ettől is nagyobbat fogni. István, gyere! Egy pillanat, Gábor. Hal van megint? Jó hal. Megy a másik hal irányába. Átjött a meredeken meg a fán? Nem. Még nem? Nem bírom áthúzni. Nem látom a zsinort, hogy merre van. Ott van, itt pont a kettő között van, Gábor. Jó helyen van? Pont a két fa között van, pont át kell húznod egyenesbe. Hát csak jó van. Tessék, most megy ehhez a fához közelebb. Vizd, de arra van, arra vidd el. Ne engedd arra a tuskora rá, jó Gábor. Van, csak a hal. Tessék. Hal nem így gondolja.
nem ér hozzá a fához, ugye? Megy egy kicsit a fa felé, de húzzad most, ha hagyja, bírod. Kijött, átjöttél, Gábor. Jól van. Oké. Most csak én nem látok a naptól, de megpróbálom megfogni neked. Látod a halat? Most már fogni látom, mert eljött a naptól. Itt megy előttem a hal erre. Remek, csak föl kell húzni. Másik oldalról szákold. Verje. Megvan. Megám. Nagyobb, mint a másik. Nagyobb? Nagyobb. Hozzad, barátom. Ez ilyen nagy gömbölyű, nagy gömbölyű. Hú, ez van akkora, mint a tiéd, lehet. Nem tudom, mert a hasát kell neki meg, azt nézem. Ó, mekkora. Mekkora, te jó ég. Vegyük, így, vegyük ki a horgot belőle. Higgyük oda. Jó, hallod. Várjál. Hú, ez nagyon nagy, Gábor. Ez nagyobb, mint az enyém. Azt a mindenségét. Nézd mekkora. Gábor, egy ölelés kérek ezért. Három éve dolgozunk ezen, Gábor? Három éve. Három éve. Három éve. Három éve dolgozunk, és a harmadik buffalónk. Azt a jó Isten. Nem hiszem, elhallod. Gábor, szerintem súlyban ez életed legnagyobb hala most, igaz? Hát majd mindjárt kiderül. Ez biztos. Egy gyorsi fotó. Ez 20 fölött van, Gábor. Hallod, hihetetlen. Két emberes hal, Gábor. Ez az, abszolút. Gábor nem tudja föltartani a halat egyedül. Jó, van gyakorlatilag nagy halfogásban, de azért ez már nekem is fogadja a leckét. Ez nagy gömbölyű, nehéz a gömböt megtartani. Pontyok nyurgábbak. Szép halat fogtál, Gábor. Fú, de boldog vagyok, hallod. Hát így jár, akik tartom, dolgozik Gábor. Miért gyorsan? Húsz kiló, 44 deka. Mennyi volt a tiéd, István? Gábor, 2 dekagrammal megvertél. 20 kiló, 42 deka volt. 42 volt, ja. Hát ha ma reggel nekem valaki azt mondja, hogy kezeim között tarthatom életem halát, hát ezt nem hittem volna. Gyönyörűen a naplementével. Drága barátom. Viszlát. A mai nap tulajdonképpen eltelt úgy, annyira elvultam már kenődve, annyira elvultam keseredve, a reggeli hihetetlen kemény, kegyetlen, hideg, rossz időjárás, és minden ellenünk dolgozott. Elképzelhetetlennek tartottam azt, hogy pont a mai nap folyamán fogom megfogni életem legszebb halát. Kínomban már mindent elkövettem. Időnként már 3 fégyelbottal is horgáztam. Hozzáteszem, hogy itt Texasban 99 az engedélyezett botok maximális száma. Tehát pont még 96 darab bot maradt volna, amivel próbálkozhattam volna. De úgy éreztem, hogy ha most 100 botot dobok be, akkor sem fogok az égvilágon semmit. És hirtelen varázsütésre egyszer csak megelevenedett a víz, és megjött az első buffalo. Majd rá 15 percre megfogtam a második halat. De a dolog érdekessége, hogy amikor az első halat kifogtam, visszaengedtem, szinte ugyanott, ahol az elsőt megfogtam, egy halfordulást láttam. Megmutatta magát, hogy megérkezett a halraj. Most ez a halraj, hogy hány darabból áll, ez természetesen soha nem fog kiderülni, főleg egy ekkora hatalmas nagy vízszeletem. De ami tény, szűk 20 percen belül 30 kg hal került partra időlegesen, majd vissza a vízbe. Hihetetlen boldog vagyok. És egy látszólag reménytelen, kilátástalan nap egyik pillanatra a másikra varázsütésre megelevenedett. Ez is mutatja azt, hogy csak akkor lehetünk eredményesek, hogyha a végletekig elszántak és kitartóak vagyunk. Ezt mutatja mi példánk is, és ez még csak a második nap.